18. alkalommal lepik el az eget hőlégballonok a térségben. Szeptember 5-én ugyanis ismét kezdetét veszi a Velencei Tavi Nemzetközi Hőlégballon Karnevál. Azonban ezúttal nem kell túl messzire menni ahhoz, ha valaki közelebbről szeretné megcsodálni a ballonokat. Két ballonnal szeretnénk felszállni, az egyik a pláza előtt, a másik szemközt, vagy a Murvás parkoló, vagy a Füves terület. Legfőképpen az időjárástól függ, hogyha túl nagy a szél, akkor az a baj, ha túl kicsi a szél, akkor meg a ballon csak fölfelé emelkedne, de nincs hova leszállnia, tehát pont ideálisnak kéne lenni a szélnek ahhoz, hogy fel is tudjon szállni. De mindenképpen szeretnénk legalább fölállítani a ballont a pláza előtt. Róth Péter alpolgármester üdvözli, hogy ezúttal Székesfehérvár is részese lesz az egyedülálló élménynek. Mint mondja, ez a karnevál is bizonyítja, hogy Székesfehérvár is a Velencei tó egy turisztikai régiót alkot. Székesfehérvár történelmi hagyományait nagyon jól kiegészíti a Velencei tó természeti kincse, és egy komplex turisztikai programot tudunk kínálni az ideérkezőknek. Azt hiszem, hogy ez a folyamat elindult, bízom benne, hogy a következő években is több sikert fogunk elérni ebben. A hőlégballonok felszállásához szükséges mintegy 5 tonnányi propánbutánt a Total Hungária Kft. Biztosítja ingyenesen. A PB gáz éppen egy olyan tüzelőanyag, ami hozzáférhető, sűríthető, tárolható, szállítható, és nagy energiatartalma van, tehát kompakt, kicsi súlyban, viszonylag kicsi súlyban el lehet a hőlégballon kosárban tárolni, és emiatt célszerű, hogy ezzel repüljön az ember. Angol, német, lengyel és szlovák csapatok is részt vesznek az eseményen, melyet 1992. szeptemberében rendeztek meg először. Mint azt a szervező egyesület elnöke mondja, jó barátságot ápolnak a külföldi ballonosokkal. Ráadásul a magyar pilóták kiemelkedő teljesítményt nyújtanak. Van Európa-bajnok magyar, van világbajnoki, Európa-bajnoki helyezett magyar, de ma már ez a sport is, mint annyi más, egy kis részt múlik a pilótán, jelentősen nagyobb részt múlik a technikám, és még nagyobb részt a szerencsém. Az idei hőlégballon karneválon, mely szeptember 9-éig tart majd, 17-20 hőlégballon emelkedik a magasba. Ám azokról sem feledkeztek meg, akik a földön maradnak, hiszen az Agárdi parkerdőben egyebek mellett kirakodóvásár, gyermekfoglalkoztató, honvédségi és rendőrségi bemutató várja az érdeklődőket.